Még 2020-ban indult eljárás ismeretlen tettes ellen, ugyanis a rendőröknek információja volt arról, hogy Szekszárdon nagy mennyiségben árulnak úgynevezett biofüvet. A nyomozás során 40 tanút hallgattak ki, végül összesen 31 személyt gyanúsítottak meg. A nyomozók 3 alkalommal összesen 7 embert vettek őrizetbe, közülük jelenleg is 2 börtönben vannak, a többiek bűnügyi felügyeletben várják a hivatalos eljárás végét. A szervezet 2020 őszétől működött ilyen szervezet formában. A vezető 32 éves, akkor 32 éves szekszárdi férfi volt, és társai kiosztott feladatok szerint végezték el a közreműködést. Egy nő például a hatóanyagot szerezte be Bonyhádról, a többiek a cigaretta alapanyagait vették meg, más-más felállásban közel 20-an vettek részt a beszerzésben, keverésben, cigaretta töltésében és eladásában, vagy a fel nem használt bekevert dohány elrejtésében. A gyanúsítottak házánál, illetve Harcon és Faddon is hozzá lehetett jutni a cigarettához szállanként 1000 forintért. Amikor az egyik láncem hosszabb, rövidebb időre kiesett, egy másik vette át a feladatait, de a kereskedés folyamatos volt. Naponta 100-120 szál cigarettát értékesítettek átlagosan, de néha ennél is többre volt igény. Az eladók nagyon rugalmasak voltak, hogyha nem volt pénze a vásárlónak, akkor csokoládéval is fizethetett. Volt 3 olyan vásárlójuk, akik több alkalommal összesen kb. 200 tábla csokoládét vittek, hogy a pénzüket kiegészítsék, hogy a szükséges mennyiségű zent megkapják. A napokban az eljárást a szekszárdi nyomozók befejezték, és az ügyben keletkezett 8111 oldalnyi hivatalos iratot az illetékes ügyészségnek adták le. A nyomozók előterjesztést tettek a letartóztatás indítványozására.